120 év tárgyi emlékei, régi fényképek, dokumentumok, bizonyítványok. Többi között ezeket nézhetik meg azok, akik ellátogatnak a Bolyai iskola új kiállítására, amit a jubilómi hét keretén belül nyitottak meg hétfő délután. Büszke, nemes homlokával, tiszta, ünneplő falával, díszben néz ma ránk. És mi, első tanulók, az új fedél alatt hallgatjuk, hogy rebegnek hozzánk e falak. Azt beszéli ez a négy fal, az én nevem iskola, lángra gyújtott értelemnek vagyok csendes otthona. A kiállítást hivatalosan Rosta Máté, az intézmény egykori diákja és tanára nyitotta meg, aki az iskola fontosságát, az itt szerzett élményeket és a tanárokkal való jó kapcsolatot emelte ki beszédében. Mit jelent 120 év? Ugye történelem tanárként az ember 120 évet hajlamos úgy kezelni, mint egy villámcsapás körülbelül. Földrajztanárként meg különösen, hogy nem csak évmilliókban, nem akár évmilliárdokban is gondolkodhat az ember. Viszont, hogyha emberi léptékkel gondolkodunk ebben a 120 évben, akkor ez rengeteg idő tud lenni. És úgy gondolom, hogy az a 120 év, amit ez az iskola megélt, az pedig egy különösen sűrű 120 év volt. Az iskola épületét 1897. november 7-én avatták fel, ami az akkori társadalmi élet egyik jelentős eseménye volt. Az akkori modern, a kor igényeinek teljesen megfelelő épület költségei megközelítették a 60 ezer forintot. Az iskolát aztán 1982-ben összevonták a 2-es számú általános iskolával, így az új intézmény Kapulajos Általános Iskola néven működött tovább. 1990-től kezdve már a középiskolások is koptatták az intézmény padjait, az akkori Bolyai János általános és közgazdasági szakközépiskolában. Az elmúlt 120 év tiszteletére jubileumi hetet tartanak az oktatási intézményben, ennek keretében nyitották meg az ünnepi kiállítást is. 120 éves az iskolánk, és ennek tiszteletére rendeztünk egy iskolatörténeti kiállítást fényképekből, tablókból, illetve régi tárgyakból, füzetekből, tankönyvekből. Meghívtuk a nyugdíjas kollégákat, akik meséltek a gyerekeknek arról, hogy milyen volt az iskolában a tanítás 20-30-40 évvel ezelőtt, és most pedig egy ünnepi megnyitóval nyitottuk meg a kiállítást, ahova várunk szeretettel minden érdeklődőt. Az iskola történeti kiállítást a héten bárki megtekintheti, az egész hetes színes programok mellett pedig szombat este 6 órától a Bolyai bálba várnak minden érdeklődőt az egyetem dísztermébe.